A magyar kormány 2016-ban indította el a Magyar Ház programját Kárpátalján, amelynek keretében 2019 tavaszán megvásárolták Munkácson az 1912-ben épült egykori Osztrák-Magyar Bank épületét. Itt alakították ki a Munkácsi Mihály Magyar Kulturális Központot. A járványhelyzet miatt a ház átadása folyamatosan csúszott, de a tulajdonos nyitásváró programsorozatot indított, amelynek keretében több tárlatot mutattak be, és fellépett a Beregszászi Magyar Színház is. A kultúrkaraván keretében a Köszi-Köszi Beregszászi Magyar Nemzeti Színháznak az előadását láthatjuk ma, és nagyon örülünk neki, hiszen így legalább kipróbálhatjuk, hogy működik-e a színpad, a hang, a fénytechnika, illetve hogy készen áll-e az épület a rendezvényre. A kellő aprólékossággal felújított és a legmodernebb technikai eszközökkel felszerelt központ az átadás napján méltó helyszínt biztosított a Kárpátalja Néptánc Együttes mindenkit magával ragadó fellépésének. Ezt követően Munkács polgármestere ünnepi köszöntőjében kijelentette: a város vezetősége kész az együttműködésre a magyar kisebbséget képviselő közösségekkel, szervezetekkel. Ez az épület Munkács minden polgára számára büszkeség. Biztos vagyok benne, hogy nem csak a városunk, hanem az egész megye kulturális életének egyik központja lesz. Andrés Seketa a Kárpátaljai Megyei Tanács nevében gratulált Munkács városának és az itt élő közösségnek annak alkalmából, hogy ilyen szép és hasznos épülettel gazdagodtak. Üdvözlöm a magyar kormány kezdeményezését, és köszönöm mindenkinek, aki közreműködött a ház felújításában, amelynek eredményeként ez a gyönyörű épület kulturális és szociális központtá válhat. Azt szeretném, hogy ennek az épületnek a rendbehozatala része legyen az ukrán-magyar viszonyok rendbehozatalának is, hiszen erre minden bizonnyal szükség van. Ez az épület továbbra is komoly értékekről fog gondoskodni, a munkácsi magyar közösségről és Munkács minden polgáráról. Ezt már Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mondta a Magyar Ház avató ünnepségén. A magyar kormány 1,7 milliárd forintból vásárolta meg és újítatta fel a több mint 100 éves patinás épületet. Azt reméljük, hogy a helyi magyarságnak ez az épület, ami egykor egy osztrák-magyar bank épülete volt, méltó központja lehet, és egyébként pedig szerintünk Munkács egészében is nyert ezzel a beruházással, ahogy nem csak az itt élő magyarság, hanem Munkácsváros valamennyi polgára büszke lehet arra, hogy itt a belvárosban egy ilyen gyönyörűen felújított épület fogja azt szolgálni, hogy a magyar kultúra ezáltal ennek sokszínűsége megmaradjon. Az avatási ünnepség lezárásaként a Munkácsi Mihály Magyar Ház kulcsát Gulyás Gergely jelképesen átadta a házat üzemeltető cég igazgatójának, Tarpai Józsefnek. Az átadás utáni napon a munkácsi és a környékbeli családok birtokba is vehették a magyar házat, ahol a hétvégén gyereknapot tartottak. Több mint 100 óvodás és iskolás vett részt a színházi és zenés programokon, hagyományőrző és kézműves foglalkozásokon. Van egy patinás épületünk, és ezt az épületet meg kell tölteni élettel, közösségi élettel, és ez Munkácson is nagyon-nagyon szükséges, hiszen a közösséget mozgatni kell, a közösségbe életet kell vinni. Ebben a közösségteremtő munkában kiemelkedő szerepe lehet a Munkácsi Mihály Magyar Háznak. Ezért alakítottak ki benne tágas galériát, konferenciatermet és dísztermet, valamint állandó kiállítás látható Munkácsi Mihály alkotásainak másolataiból is.